A Szívből Kalocsa közösségi oldalán karácsony előtt 2 nappal jelentették be, sikerült megvalósítani az álmot, és összegyűlt a pénz, mely Amir gyógykezeléséhez szükséges. A 6 éves kalocsai kisfiú számára életminőségjavító beavatkozás több mint 4 millió forintba kerül, melyet közösségi összefogásból, számtalan embert megmozdítva, vállalkozók és magánszemélyek adakozásából gyűjtöttek össze. Amir gyermekkori autizmussal diagnosztizált, a szülés következtében egy oxigénhiányos állapot állt fennáll a bal agyféltekében. Tavalyi MR során kiderült, hogy van egy cissza és egy vérömlény az agyában, és őssejttranszplantációval javíthatnánk az életminőségén, kb. 20%-a. Ezt Bécsben végeznék el, és egy bécsi doktor végezné el egy bádeni klinikán. A legnagyobb közösségi oldalon folyt a gyűjtés. Többek közt licit oldalt is létrehoztak, illetve tombola akció is indult. Végül rekord gyorsasággal, mindössze 2 hónap leforgása alatt sikerült összegyűjteni a kezeléshez, illetve az utókezeléshez is szükséges összeget. Nagyon sok embert mozdított meg, tehát rengeteg magánszemélytől kaptunk anyagi segítséget, emellett vállalkozóktól is, licit oldal is készült a Szívből Kalocsa oldalon, egy licit album is készült Amirna. Itt is nagyon sok ember licitált a termékekre, vállalkozóktól rengeteg felajánlást kaptunk, licit tárgyakra. Készült a végén egy tombola album is, itt is nagyon sok ember vásárolt tombolát és ajánlott fel terméket. A kisfiú műtétjére a tervek szerint január 28-án kerül sor, melyet Bécsben végeznek el. 26-án megyünk Bécsbe, 28-án lesz Amirnak a műtét, 29-én lesz a kontroll, és 31-én fogunk hazajönni. Ezután lesz egy hónap szünet, amidő alatt Amir már mutatni fog pozitív változásokat, és egy hónap után kezdődik az utókezelés, ami így ilyen injekciós kezelés lesz, hogy minden héten fog kapni egy injekciót, elméletileg 10 hétig, de lehet, hogy mivel ugye neki van agykárosodása is, ezáltal ez egy kicsit tovább fog tartani. A gyűjtés azonban még továbbra is tart, hiszen lehetséges, hogy egy kezelés nem lesz elegendő, és a beavatkozást meg kell ismételni. Ebben a Tégy Jót alapítvány van a család segítségére. Ha valaki támogatni szeretné a kisfiú gyógyulását, azt a család bankszámlájára történő utalással tudja megtenni.